Két hatalmas olajtartály is felbukkant, miközben a régészek dolgoztak a régi várfal feltárásán. Egyre jobban haladnak a munkálatok a Prohászka Ottokár Orsolyita gimnázium és óvoda felújításánál. A polgármester újra megnézte, hogy halad a történelmi kincsek felkutatása. Azt látom, hogy szépen szisztematikusan dolgoznak a régészek, és a várfalnak az alapjaiban itt több olyan különböző korokból származó rétegeket találtak. Nagyon érdekes dolog, én imádom egyébként a régészetet, imádom a történelmet, és általában, hogyha megyek valahol kirándulni, akkor az mindig megkeressük azokat a történelmi emlékhelyeket, ahol köveket lehet szinte kézzel tapintani. Hát ez a fantasztikus érzés, hogy a saját városomban is ennek a részese lehetek, és láthatom. Én mindenképpen arra kértem a szakembereket, hogy amiket lehet, azokat mutassuk be, de ez nem csak a szakemberektől függ, illetve nem a régészektől függ elsősorban, hanem az építető, illetve a beruházónak is ezzel kapcsolatban kell a szándék, de úgy látom, hogy ez meg is van. A polgármester mindent alaposan szemügyre vett, a régészek kísérték körbe a várfal mentén, amelynek újabb jeles korokból származó motívumai láthattak napvilágot. Dézsi Csaba András szerint a vár mindig is nagyon fontos volt Győr történelmében, és szeretné, ha ez a szimbólum mindig is a város fontos része maradhatna. A győri vár az az alapja annak az egész 750 éves évforduló megemlékezés sorozatnak, hiszen a győri vár az, aminek köszönhetjük azt, hogy ma is erősek vagyunk, és a győri vár tette Győrt azzá, amivé váltunk, hiszen ez teremtette meg az alapokat arra, hogy hadászatilag, gazdaságilag, kereskedelmi szempontból stabilak legyünk azokban a korokban, amikor elpusztultak más települések, vagy nem tudtak fejlődni, úgyhogy egy jelentős előnyt adott számunkra, és hát a 750 évvel ezelőtt kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy önálló irányító szervei kialakuljanak a győri itt élő közösségnek, és ami nagyon fontos dolog, hát az adóbehajtásnak a jogát is akkor kaptuk meg, amiből, valljuk őszintén, ebből gyarapodott a város. A régészek különböző korszakokból néhány téglát kiemeltek, és tüzetesebben is megvizsgálnak majd. Ezeket pedig a város első emberének is megmutatták. Ez mi van rajta? SCC. Az egyik különleges téglán pedig a várkapitány monogramja is megtalálható volt. Dr. Dézsi Csaba András egyet elvihetett ezek közül. A polgármester kiemelte, nagyon fontos, hogy ismerjük történelmünket, és tudásunkat a fiatalabb generációnak is átadjuk, akik a modern világ előretörésének ellenére ugyanolyan kíváncsiak a múltunkra is. Itt óvoda fog létesülni, én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek biztos, hogy nem a mai kornak ez a semmit mondó egyszerű modern megoldásokkal épült falrétegek azok, amik emléket hagynak bennük, hanem hogy olyan vár részeket tudnak bemutatni, akár kézzel foghatóvá tenni számukra, akkor ez az, amire életük végéig emlékezni fognak. A munkálatok pedig tovább folytatódnak, és a polgármester a jövőben is tervezi, hogy minél többször kilátogat majd a régészeti feltárással egybekötött felújításra.